Az anyakönyvvezető munkájának az a része, amikor két fiatal demokrata előtte mondja ki az igent, talán a legszebb, de mindenképpen legmeghatóbb mindközül. Hisz először láthatja a boldogságtól csillogó, ragyogó tekinteteket, mint a pitypang, mely a nap melengető sugarai hatására kinyílik, úgy virágzott ki és mélyült el a ti szerelmetek is. Petőfi Sándor egyik verséből vett részlettel szeretnélek köszönteni benneteket ezen a szép szeptemberi napon, életetek sorsfordulóján. S életünk fölé, ha a halál romboló torát megülni száll, egy gömbőc legyen a magas ég, és mi a gömbőcben töltelék. Kedves jegyesek! A bemutatott iratok alapján megállapítottam, hogy házasságkötéseteknek törvényes akadálya nincs. Ehhez az ünnepélyes pillanathoz kérem a tanukat is, hogy szíveskedjenek felállni. Kijelented-e, Andrea, hogy az itt jelenlévő Lőrinccel házasságot kötsz? Van elképzelésem, hogy merre szeretnék menni, de én teljesen nyitva vagyok arra, hogy mi jön be. Kijelented előrinc, hogy az itt jelenlévő Andreával... Egy ekkora cégcsoportnál, ahol közel 20 000 alkalmazott van, azért nehéz megmondani, hogy aznap épp mi történik. Milyen korrupciós ügyek vannak most Tegerben? Van egyáltalán? Én most így nem tudnék ilyet mondani. Akkor ez egy tiszta város. Nagyon jó. Azt kell elképzelni, hogy itt vannak a helyi vállalkozók, akik tulajdonképpen tönkrementek a járványba, míg van Orbán Viktor és Lepje, aki pedig egy csili-vili monopóliumban lévő vadonatúj szállodával fog nyitni, amikorra újra beindul a turizmus. Erről az ügyről halvány gőz, amit nincs, most hallom először, mi az ügy? Nem fogadnak vendégeket el átmenetileg. Az mondjuk ki van írva. Nem is nagyon jönnek ki. Vagy hát nem is nagyon, hanem egyáltalán nem. Eger. Erős polgárság, módos kereskedő réteg. Történelmi negyedek, kertvárosi részek és borospincék. Eger egyben a szélső jobb oldalaféle őshazája is. Az Egri Nemzeti Ifjak Egyesületének cigányveréseiről hírhet helyi szervezete ekkor már a Városi Kisgazdapárt irodájában tartotta gyűlései. Innen indult például Schneider Tamás vagy más néven Roy, akiről azt mondták, skinhead volt, de ő ezt tagadja. Én azt mondom, hogy ennek a szubkultúrának nem voltam olyan tagja, akire azt lehetne rámondani, hogy skinhead. De innen indult Zagyva György Gyula is. Ezt tanácsként merem javasolni. Ezt majd folyosón megbeszéljük. És Mirkóczki Ádám. A radikális változást azt nem úgy kell elképzelni, hogy rólunk hirdetik, hogy ez a radikális, ez egy szitok szó. Eger országgyűlési képviselői az országos politikának megfelelően váltakoztak, ahogy a polgármesterek is. Eger egyik legmeghatározó politikusa Habis László volt. Habis az egri politikában úgy került előtérbe, hogy kiderült az első egri polgármester, az SZDSZ-es Ringelhan György szakmai közigazgatási támaszra szorul. Tulajdonképpen sosem politizáltam, nem vagyok egy politikus alkat. Habis független alpolgármester lett, de voltak éppen nála volt a tényleges hatalom. Azt mondtam, hogy nem baj, aztán nem én vagyok a legokosabb a városházán, hanem igyekeztem tényleg nagyon jó szakembereket magam köré gyűjteni, ilyen volt a Habis. Laci például. 2010-ben a városra, ahogy az egész országra, rászakadt a Fidesz. A mai oxigénpalack nélküli csúcstámadás sikerült. Habis innentől parlamenti képviselő is volt, őt 2014-ben Nyitrai Zsolt követte. Tandem kerékpáron érkezett a dobótérre Habis László polgármester. Aztán jött az összefogás. Az országban először Egerben állt be a teljes ellenzék egy polgármester jelölt mögé. Habis ezután elvesztette polgármesterségét. Egy teljesen más minőségű közélet megteremtése a célja Mirkóczki Ádámnak, akit vasárnap Eger polgármesterének választottak. Az összefogás viszont nem tartott sokáig. Kilépett az egri közgyűlés egységben a Városért frakciójából. A térség országgyűlési képviselője még mindig Nyitrai Zsolt. Mosógépen könnyebb eladom téged. Aki bár népszerű, a választásokon mégsem ő indul.
Orbán Viktor ugyanis már senkiben sem bízik, akit nem évtizedek óta ismer. Egerből viszonylag kevés országos ügy került ki. Az egyik ilyen az éppen az ellenzéknek köszönhető, de nem pozitív értelemben. 2019-ben az önkormányzati választásokon az ellenzéki összefogás adta a polgármestert a városnak. Ez az összefogás viszont felbomlott néhány hónapon belül, annyira, hogy még most is egymást marják az érintettek. Többször elmondta, hogy ugye már nem az ellenzék része, ezzel jó szembe arcon csapott mindenkit. Nyilván azt remélte legtöbb résztvevőjének az összefogásnak, hogy itt, ha sikerre visszük ezt az összefogást, akkor egy ilyen demokratikus mintaközösséget lehet építeni. Amikor viszont elindult a tényleges munka, akkor nagyon hamar kiderült, hogy Mirkóczky Ádám ezeket nem nagyon gondolja komolyan. Az ügy a polgármester távoli rokonának, Mirkóczky Zitának a leváltásával kezdődött. A gyújtópont ez volt, hogy hozott egy ilyen döntést egy személyben a vírus ideje alatt, amit nem egyeztetett le senkivel, a saját frakciójával sem. Még a képviselőkörben egyeztetéseket is abszolút mellőzte, amikor pedig eljött a rendkívüli jogrend időszak, akkor egy személyben hozott olyan döntéseket, amivel senkivel, nehogy a képviselőtestület tagjaival nem igazán egyeztetett. Nem kaptunk tájékoztatást az ügyek menetéről, nem tudtuk, hogy mi történik a városban. Nem volt olyan, mint máshol, hogy online értekezletek, vagy online megbeszélések, vagy online frakciülések, hanem egyszerűen az újságban láttuk mi képviselők is, hogy mi történik. Az újságból értesültünk, hogy cégvezetők lettek kinevezve, a mi megkérdezésünk és a saját frakciója megkérdezése nélkül. Akkor a demokrácia hiányzott innen? Így van. És ez most is hiányzik. Emiatt pedig ketten elég gyorsan ki is léptek az összefogásból, amely így hivatalosan is felbomlott. Én azt gondolom, hogy Eger egy nagyon eklatáns példája annak, hogy miért nem működik az ellenzéki összefogás. Én azt gondolom, sehol az országban csak időkérdése, hogy ez kiderüljön. Választások előtt is mi pontosan ezt mondtuk, hogy hiába kerül oda egy olyan többség a városnak az élére, amelyik nem tud egyetérteni semmiben, csak annyiban, hogy szeretné megszerezni a többséget. Ha ezen túl nincsen víziójuk, nincsen tervük arra vonatkozóan, hogy mit szeretnének elérni néhány év alatt, akkor ez egy teljesen meddő történet. Nem merült fel önökben, hogy ez nagyon kínos lesz már akkor, és főleg most, hogy egy összefogással áll neki az ellenzék ennek a választásnak, azt ígéri, hogy hát kormányozni fognak ők együtt, ehhez képest hát láttuk, hogy itt mi történt. Ez tulajdonképpen egy figyelmeztetés az egész országos összefogás számára. Nem hiszem azt, hogy az ellenzék tagjai azért álltak bele az összefogásba, mert feltétel nélkül megbíznak Jakabban, vagy Gyurcsányban, vagy Karácsonyban, hanem valami érdekeket képviselnek, és ezek az érdekek majd valószínűleg a választások után kerülhetnek egymással szembe, vagy akkor éleződnek ki az érdekkülönbségek is. Tehát ezeket előre rögzítenék pontosan, talán az segítene. A városból a szélesebb nyilvánosság az elmúlt időszakban az ellenzéki visszafogáson kívül még egy eseményt ismerhetett meg. Mészáros Lőrincnek itt is van egy hotele, Hotel Flórának hívják. Ez az a hotel, szálloda, ami egymaga több támogatást kapott a Covid idején, mint az egész város. Újságcikkek szerint ez a Hungest Hotel égköve, ez a hotel, hát itt azért a helyszínen kiderült, hogy ez egy enyhe húzás. Nem fogadnak vendégeket el átmenetileg. Az mondjuk ki van írva. Nem is nagyon jönnek ki. Vagy hát nem is nagyon, hanem egyáltalán nem. Megpróbáljuk még egyszer. De hát folyamatban vannak a dolgok. Csak ugye én nem látok rá, hát végülis az én dolgom az, hogy meglegyen minden. Mm-hmm. Rendben is van, mindjárt kezdődik a locsolás. Úgyhogy a fotáról meg... Hát nem régóta vagyok itt, de arra nem fog semmit.
Anya, be van zárva. És mióta van bezárva, nem tudja? Szerintem olyan 2 éve, azt hiszem. De 1 éve biztos. Na, valaki mondta, hogy... Először is ne beszéljünk Mészáros Lőrincről, tehát egy Mészáros Lőrinc nevű Orbán Viktorról beszéljünk. Először is megvették a Hungest hoteleket, és akkor az ő szállodája, amikor kitört a járvány, akkor első között volt, hogy mindenkit elbocsátott. Ugye itt a helyi vállalkozók próbáltak túlélni, fizették zsebből, a megtakarításaikból az alkalmazottak pénzét, várták, hogy mi van, mindenkit elbocsátott. Majd kiderült, hogy az újjáépítési pénzből ugye hihetetlen összegeket kap. Azt kell elképzelni, hogy itt vannak a helyi vállalkozók, akik tulajdonképpen tönkrementek a járványba, míg van Orbán Viktor és Lepje, aki pedig nemhogy meggazdagodott, hanem hihetetlen megerősödve gyakorlatilag egy csili-vili monopóliumban lévő vadonatúj szállodával fog nyitni, amikor újra beindul a turizmus. Tehát, hogy itt ez történik, és ugye hát ezt mindenki úgy látja körülbelül, de hát nem csinál semmit, ugye, mert próbál túlélni. Nehéz ezt összehasonlítani. Azt gondolom, hogy kell, hogy fejlődjön a turizmus, mert egy Egerben az egyik legfontosabb úgymond iparág a turisztika, és nagyon fontos, hogy a hoteljeink megújuljanak, és fejlődjenek, és szépüljenek, ezáltal, ha több csillagosak más típusú vendégkört tudnak bevonzani, viszont az tényleg kétségbejtő, hogy ezzel szemben Eger, a 2 milliárddal szemben Eger kapott 825 millió forintot, szerintem itt van a nagy probléma. Hallottam, hogy állítólag megvette Mészáros Lőrinc úr, de mi az ügy? Igen, az, hogy ugye még Eger városa 825 millió forintot kapott ugye vissza támogatást, addig Mészáros Lőrinc hotelre pedig sok-sok milliárdot kapott ugyanitt. Először is fogalmam sincs, hogy mennyit kapott bármelyik hotel most itt Egerben támogatásként. Azt tudom, hogy Eger városa 825 millió forintot kapott iparűzési adók bevétel kiesés kompenzálására, ami az ország talán legnagyobb, vagy egyik legnagyobb összege, egy főre elsően. Tehát a 825 millió az a kevés. Hogyha az jóval több lenne, és ha megkaptuk volna az előző évben, amit más fideszes városok megkaptak, az 1,3 milliárdot, mi is megkaptuk volna, akkor nyilván sokkal jobban állnánk. A Partizán előválasztási vita estjén hangzott el Eger kapcsán talán a legsúlyosabb vád. Berecz Mátyás állította azt, hogy Nyitrai Zsolt nyomást gyakorolt rá. Nyitrai Zsolt 2010 óta a térség fideszes országgyűlési képviselője. Rendőrcsaládból származó jogász, ismerősei szerint már 10 éves kora óta politikusnak készült. Keltetője a Fidelitas volt. Egri alapító az országos alelnökségig vitte. 2006-ban a Fidesz operatív igazgatója lett. Voksán Virág lemezlovasságra készíti fel Nyitrai Zsoltot, a Fidesz operatív igazgatóját, aki újabban DJ Nyitrai néven is nyomatja. Tényleg. Volt államtitkár, miniszteri biztos és miniszterelnöki megbízott is. 2021 májusában bejelentette, hogy Orbán Viktor kampányát fogja segíteni. Gyakorlatilag Nyitrai Zsolt kezdettől fogva a saját érdekeltségi körének tekintette a várat. Folyamatosan olyan nyomás alá helyezett minket, aminek mindig az volt az eredménye, hogy valamilyen fajta kérésének elejét kellett tennünk. De ezek olyan utasítások voltak, ami gazdasági utasítás? Hát igen. Különböző bérleti, kiállítási célok, stb. Gyakorlatilag nem tudtuk egy idő után megakadályozni, hogy ne legyenek olyan kérések, amit ne kelljen teljesíteni. Tehát a sajátjait szerette volna előnybe hozni? Hát, hogy sajátjait, az arra nyilván nekünk így konkrétan ismereteink nincsenek, de bizonyos körök igen. Tehát voltak olyan kérések, amik egy bizonyos kört érintettek. Mi az oka annak, hogy ilyen homályosan fogalmaz? Nézze, én már 3 peren túl vagyok. Nyitrai Zsolt, hozzáteszem, mind a 3-at elveszítette. Nem szeretnék egy újabb pert a nyakamba. Másrészt meg én úgy gondolom, hogy jelenleg nem vagyok olyan helyzetben, ahol ezeket a cselekményeket fel tudjuk konkrétan tárni. Akik ezekről tudnak, tudom, hogy nem fognak nyilatkozni, hiszen félnek. És sajnos erre nincsen semmilyen írásbeli bizonyítékunk, hiszen én minden utasítást telefonon kaptam. Vagy személyesen Nyitrai Zsoltól, vagy pedig valamelyik kollégájától. Nem tudom elképzelni. Aki Nyitrai Zsoltot ismeri, az szerintem teljesen tisztában van vele, hogy ez egy buta vádaskodás. Nem véletlen, hogy Berecz Mátyás ezt konkrétan nem meri megfogalmazni. Azt mondja, hogy azért nem meri megfogalmazni, mert nincs a bizonyítéka, mert nem vette fel ezeket a beszélgetéseket. Oké.
Tehát nagyon nehéz ezeket leleplezni, hogyha nincsenek bekamerázott, felvett, mit tudom én, milyen konspiratív eszközök, akkor az ilyen korrupció, ez nem lefülelhető. Egerben egyébként az EGRI vár felújítása az egyik legnagyobb beruházás. Mintegy 10 milliárd forint ment, illetve megy el rá. Hát ez nagyon szép. Annak mindig örülünk, uh-huh. amikor újítanak valamit rajta. Uh-huh. Akkor jó lett. Végül is ez egy történelmi jellegzetesség itt Egernek, úgyhogy ide sok turista jön. Kimondottan a várat megnézni. Nyitrai Zsolt körül azonban nem csak a vár kapcsán kerültek elő ügyek. Különböző fideszesek kaptak vállalkozásukra fejlesztéseket, például szépségszalont, vagy magánovodát építettek belőle, vagy valamilyen módon lakást vettek, ahol irodák működtek. Szerintem még folyhat nyomozás, de hogy ennek mi lesz a végkifejlete, hát talán egy kormányváltás tud majd erre választ adni. Nagyságrendire 12 000 győztes volt. Most ebből kiszúrni néhány fideszest. Hát de azt tudom, ez nem mondani, a megyében hogy... volt ez a 12 000, na, hanem ez országszerte. Le kell osztani 18-an, ha jól tudom, akkor a Közép-Magyarországi régió ebből ki volt zárva, tehát konvergencia régióban volt ez az uniós program, tehát 18 megye volt érintett. Le kell osztani annyival, hát itt nagyjából egy 800-600-800 győztesről beszélhetünk ebből. Most találnak néhány fideszest, azt tudom rá mondani, hogy az első, aki ebből támogatást kapott, ha jól emlékszem, az pont egy szocialista polgármester volt. Nem mintha lenne ezzel bármi probléma, voltak jobbikosok, MSZP-sek, fideszesek, épp úgy, akik vállalkozók voltak annak idején, és kaptak támogatást. Hát ugye itt az volt a probléma, hogy a döntést hozó szerv, ez az alapítvány osztotta kvázi a pénzeket, ami Nyitrai Zsolthoz közelálló ember vezette ezt az alapítványt, és hát nyilván nehéz azt elképzelni, hogy ne ismerte volna fel a neveket, akik az ő közösségéhez tartoznak. Ezek információk először is tehát tisztázók, tehát a kuratóriumi elnöke ennek az alapítványnak, az egy régi ismerőse Nyitrai Zsoltnak is, nekem is, és nagyon sok fidelitaszos kollégámnak. De a karrierutunk az nagyon-nagyon régen szétvált, és nem volt sem aktív kapcsolatunk sem volt akkor tájt a kuratóriumi elnökkel. És azért nem ő az, aki ezt így bepipálja, vagy kiékszelő, ki az, aki hitelt kap, vagy ki az, aki nem. Tehát ennek van azért egy bírálati procedúrája is, ahogy említettem, nagyjából aki igényelte, az meg is kapta. Tehát ebben én nem látok sehol semmilyen fajta visszaélést, ha csak az nem az, hogy valamikor az ember egyszer találkozott az életben, vagy mondjuk egy közös egyesületben, vagy szervezetben dolgozott több mint egy évtizeddel korábban. Tehát azért ez nem életszerű. Az alapítvány egyébként ma már felszámolás alatt áll, a térségben pedig most valószínűleg nem Nyitrai Zsolt indul, hanem az új választókerületi elnök, dr. Pajtó Gábor, Orbán Viktor régi ismerőse. 81-ről beszélsz, akkor az azt jelenti, hogy az egyetem első éve volt nálad is, ugye, a katonaság után. Tehát igen, akkor az egyetemen találkozunk. Pajtókkal egészen pontosan az ELTE jogi karán ismerkedtek meg, és jelenleg a helyi kormányhivatalt vezeti. Legnagyobb támogatást élvezik az EGRI-ek a tekintetben, hogy minden korábban eltervezett projekt ellen megvalósulhasson. Állítólag azért indítják őt, mert Orbán Viktor már senkiben sem bízik, csak azokban, akiket már nagyon régóta ismer. Köszönöm. Egerben tehát Orbán Viktor biztosra megy, mármint az ő szempontjából biztosra. Az igazat megvalva, én mindig is egységes korszaknak láttam a 2010 és 2030 közötti 20 évet. Persze egyáltalán nem garantált, hogy ez elég is lesz, még úgy sem, hogy azért az ellenzék sem nevezhető épp egységesnek. A Fidesz viszont így sincs bajban, hiszen ha más nem, el tudja indítani Nyitrai Zsoltot, akit lehet, hogy nehezebb eladni, mint egy mosógépet, eddig mégis mindig elkelt. Belül megy a Nyitrai meg a Pajtók között a harc, úgy tűnik, hogy a Pajtókot most azt mondják, hogy le fogják cserélni decemberben. Uh-huh. Mert hogy a közvéleménykutatási adatok alapján, amit a Fidesz mér, nem hozza a számokat. Én nem láttam ilyen felmérést, egyetlen egy felmérést sem láttam itt a közelmúltból, aminek akár Nyitrai Zsolt, akár Pajtó Gábor a részese lett volna. Amit biztosan tudom mondani, az az, hogy Zsolt ahányszor elindult a választáson, annyiszor meg is nyerte.